Dr. Sikfői Tamás kérdése dr. Súlyog Endréhez szólt. Úgy tudom, igen rossz a finanszírozása az egészségügynek és ezenből a gyermekkórháznak is, holott nagyon nagy megelégedésére szolgál a szülőknek az a tevékenység, amit a kórházban kifejtenek. Milyen módszerekkel és egyáltalán mit tudnak tenni azért, hogy ez a színvonal fennmaradjon a jövőben is? A megyei gyerekkórház szakdolgozói, orvosi kara vezetői az elmúlt évtized során, meg gondolom ezt megelőzően is mindent megtettek azért, hogy a gondjaira bizott gyereklakosság szakmai ellátása a legjobb szinten történhessék. Ennek a biztosítása a jövőben a jelenlegi ismert költségvetési mutatók birtokában számomra kérdéses, mert nem kapjuk meg azt a költségvetési támogatást, ami a korábbi színvonal megőrzéséhez feltétlenül indokolt lenne. Éppen ezért gondolom, hogy a színvonal közeli tartása, vagy megközelítő szinten tartása további és rendkívüli erőfeszítéseket jelent a dolgozóink részéről, azonban ennek korlátai és határai vannak. Mi nagyon bízunk abban, hogy a új szerződéskötésnél a társadalombiztosítás, amit július 1-ével fog megkötni, figyelembe fogják venni azt a körülményt, hogy a gyerekellátás az eszköz, anyag és szakember igényében meghaladja a felnőtt ellátás igényeit, és ez valamilyen módon a költségvetésben megjelenik. A célunk egyébként változatlan az, hogy a színvonalat tartani tudjuk, és a lakosság, a gyereklakosságunknak ugyanazt az ellátást tudjuk biztosítani, amit korábban. A jelentősebb fejlesztési elképzeléseinket pillanatnyilag parkolópályára tettük, és várjuk azt a pillanatot, amikor az anyagi helyzet lehetővé teszi, hogy az álmainkat megvalósítsuk. Kitől és mit szeretne kérdezni? Én most az egészségügyt egy kicsit szeretnék eltávolodni, annak a gondjait mindenki ismeri. Én szeretném megkérdezni Simon Istvánt, a Nemzeti Színháznak a gazdasági vezetőjét, hogy a megyébe vagy a környezetünkbe élő embereknek az anyagi helyzete, a polarizáció, az milyen módon észlelhető vagy érzékelhető a színház látogatottságában, vagy a közönségnek az összetételében.